Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Generációk parkja. Jó ütemben halad az egyedülálló közösségi tér kialakítása Szekszárdon. Szúnyoggyérítés. Több mint 7000 hektáron írtják a szúnyogokat Tolna megyében. Ellentétek a településen. Feszültség a Kismányoki Nemzetiségi Önkormányzat és a polgármester között. Bátai gyilkosság. Nem szerelemféltésből ölhetett a 60 éves férfi. Jó ütemben halad a Szekszárdi Generációk Parkja kialakítása. A régióban egyedülálló komplex közösségi tér létrehozásáról még az előző ciklusban a korábbi városvezetés döntött. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt mondja, a munkálatokat határidőre, októberre fejezhetik be a szakemberek. Itt a homokban lesz a nagy mászóvár, meg a csúszda, itt Kondic utcok alatta. A gyerekeket játszótér, a felnőtteket pedig szabadtéri fitnesspark várja majd a már épülő Szekszárdi Generációk Parkjában. A 3500 négyzetméteres közösségi tér kialakításán már hetek óta dolgoznak a szakemberek. Mostanra elkészültek az alépítmények, a terület végleges elrendezése is látszik már. Az egész 3500 négyzetméterről leszedtük a gazd humuszt, a régi játszótérnek a maradványait eltüntettük, és szegélyezések történtek, ágyazatkészítés, amit ugye a földmunka előzött meg. A Generációk Parkja az egész régióban egyedülálló közösségi tér lesz. A játszótéren és fitnessparkon túl mosdó, vizes blokk és pelenkázó is helyet kap itt. Ács Rezső, a város polgármestere arra számít, hogy a terület nagyon népszerű lesz, ezért ő azt akarja, hogy új parkolókat is kialakítsanak, hogy a környéken élők autóinak helyét ne foglalják el az ideérkező járművek. Én azt kértem, hát a bizottság fogja majd eldönteni, támogatja-e, hogy egy 26 parkolós beállás kialakítása történjen meg innen nem messze. Ez az itt lakók érdekét is szolgálja, megtörténne a vízelvezetés rendbetétele és 26 új parkoló jön a létre. Ez pedig már elegendő arra, hogy a megnövekedett gépjármű forgalmat ki tudja szolgálni. Korábban a helyszínen több lakossági fórumot tartott az előző városvezetés, a helyiek javaslatait pedig beépítették a tervekbe. Három olyan fórumot tartottunk, ahol megbeszéltük, hogy mit szeretnénk itt megvalósítani, illetve kikettük az itt élők véleményét azzal kapcsolatban, milyen attrakciók legyenek. Tehát tulajdonképpen egy közös munka eredménye, amelyben a város a pénzt azt adta, illetve a területet, mint önkormányzati terület biztosította le, hogy milyen attrakciók lesznek, azt tulajdonképpen a fórumokon résztvevők választották ki. A Generációk Parkja a tervek szerint határidőn belül októberre készülhet el. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az Éjjel Szekszárd frakció által a helyi családbarát strandot és élményfürdőt üzemeltető sportközpont élére kinevezett Malomsoki Krisztián egy Facebookon közzétett bejegyzésében a televíziónk által készített a fürdő belépőjegyeinek drasztikus emelését bemutató riportot teszi felelőssé a strand látogatószámának csökkenéséért. A csatornánk soha egyetlen politikai érdekcsoportot sem szolgált ki, és ezután sem fog. Független médiumként ugyanakkor, mint ahogy eddig sem, ezután sem fogunk szó nélkül elmenni a nézőinket felháborító, visszásnak tartott jelenségek mellett. Ezért foglalkozunk a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő árainak drasztikus emelésével is. Bár, ahogy nézőink is felvetették, ebben a helyzetben a családbarát jelző megkérdőjelezhető. Számunkra a legfontosabb, hogy hitelesen tájékoztassuk Önöket minden olyan ügyről, ami közérdeklődésre számot tarthat. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt mostanra az ország legnagyobb részén szúnyoginvázió alakult ki. Rovartannal foglalkozó szakemberek folyamatosan azon dolgoznak, hogy feltérképezzék a szúnyogok tenyészhelyeit, és ez alapján készítenek egy ütemtervet a vérszívók írtására. A munka el is kezdődött országos szinten. A héten több mint 100 000 hektáron írtják a szúnyogokat. Tolna megyét is érinti a védekezés. Ebben a térségben 7240 hektárnyi területen írtják a szúnyogokat a héten. Szekszárdon 500 hektárnyi területen történik a védekezés.
A Tolnai megye székhelyen kémiai, földi úton, vagyis autóból írtják a rovarokat. Ez az írtószer az emberekre, melegvérű állatokra, növényekre nem jelent veszélyt. A hatóanyag néhány óra alatt lebomlik, csak a területen lévő szúnyogokat pusztítja el. A kémiai érítés ugye ezeket a vegyszerek jelentenék, ehhez egy speciális eszközre van szükség, ami ezt a szert nagyon apró, gyakorlatilag szemcsékre tudja bontani, és így egy hektárra gyakorlatilag fél liternyi ilyen vegyszer is elegendő lesz, tehát ennek ugye az lesz az előnye, hogy nem nagy mennyiségben szennyezi a környezetet, így a méhekre, egyéb rovarokra sem jelent majd veszélyt, de természetesen gondolnak itt a méhészekre is. Feszülté vált a kapcsolat a kismányoki német nemzetiségi önkormányzat és a település vezetése között. A nemzetiségi képviselők azt sérelmezik, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást a falu ügyeiről. Nem tudok felkészülni a testületi ülésre. Én ezt tisztelettel a jegyzőasszonynak átadom, vagy akár a főjegyzőasszonynak, nekem mindegy, és én a testületi ülés további részében nem kívánok részt venni. Feszült a helyzet kismányokon. A német önkormányzat vezetője több oldalas beadványban írta meg sérelmeit, melyben kifejti, nem vonják be a legnagyobb lélekszámút képviselő önkormányzat tagjait a település életének szervezésébe, és kimaradnak a közös ünnepekből is. Nem mutathatták meg értékeiket a Váramegye értéknapon, a település tandján, és nem kaptak meghívást a trianoni megemlékezésre sem. Aki ott volt, székelyruhában volt ott, én nem sérelmezem a székelyruhát, hordják büszkén, de mi is büszkén viseltük volna a sváb népviseleti ruhánkat, mi is oda kötöttünk volna egy szallagot a keresztre, hiszen annak ellenére, hogy mi csak úgymond kisebbségek vagyunk, mi is Magyarországon születtünk, magyar állampolgárok vagyunk, a mi szívünk is ezért a hazáért dobog, és nekünk is fáj Trianon. A település vezetője azt mondja, egyetlen civil szervezetet sem hívtak, a falu egészét várták az ünnepre. Én úgy gondolom, hogy méltó megemlékezést tartottunk a trianoni döntésről, úgyhogy én szerintem ez teljesen rendben volt ez a rendezvény. Külön én mondom, senki nem lett megszólítva, de viszont a település minden lakója meg lett hívva. Simon Lászlóné azt mondja, a településen minden népcsoport szerephez jutott kismányok életének szervezésében, és ezt a hagyományt zúzza most szét a település vezetése. Újabb fejlemények derültek ki a 2019. október 18-án történt bátai gyilkosság ügyében. A szekszárdi törvényszék által tartott távmeghallgatáson kiderült, hogy a vádlott nem szerelemféltésből ölte meg barátját. Rendőrségi pecsét a bátai ház vaskapuján. Itt ölte meg legjobb barátját egy 60 éves férfi. Évtizedek óta jóban voltak, de tavaly egy nő miatt megromlott a viszonyuk. A 60 éves férfi egy baltával verte szét barátja fejét, a holttestét a pincébe rejtette el, és oltott meszet öntött rá. Azóta börtönben ül. A 2019. október 18-án történt gyilkosság ügyében csütörtökön távmeghallgatást tartott a szekszárdi törvényszék. Az egész napos közös italozás után a sértett nem akart hazamenni, mert a vele élő nő előző este is bántalmazta, amiért későn ért haza. A vádlott szerint innen származhattak az egyéb sérülések a sértetten, hiszen ő csak a baltás bántalmazást ismerte el. És a Misi mondta, hogy rendben van, mert előző nap is a Zéva kiabáltatára rendelben később érkezett haza. És akkor mondta meg, hogy maradjon ott. Ezután ittak még pár pohárral a vádlott otthonában, majd elaludtak a kanapén ülve. A vádlott arra ébredt, hogy a valószínűleg álmodó barátja szexuálisan kezdett hozzá közeledni. Hirtelen álmodót ébredtem, és arra ébredtem, hogy valaki őt ez nagyon felzaklatta, mert 19 éves korában volt egy rossz homoszexuális élménye, ezért támadta sértetre és kapta fel a szobában lévő baltát. Három szakértőt idézett be a bíróság az ügy előrehaladásának érdekében, de ezt stábunk már nem várhatta meg. Július 12-ig igényelhetik a cégek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtandó támogatásokat. Ez a határidő baromfi és a sertéságazat, a kertészek, a hallgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások és az élelmiszeripar szereplőire vonatkozik.
A támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet beadni. A koronavírus járvány igen nehéz helyzetbe hozott számos ágazatot Magyarországon. Ez alól a mezőgazdasági vállalkozások sem kivételek, amik számos negatív gazdasági hatással kénytelenek szembenézni. Számukra nyújtanak segítséget azok a támogatások, amiket a kormány június végén hirdetett meg. Amint egy 25 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők, termelői szervezetek, az élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások, a dísznövénytermesztő vállalkozások, valamint a baromfi, illetve sertéstartó. A baromfi és sertés ágazatot állatlétszám alapján lehet igényelni a támogatást. Egy viszonylag összetett számítási metodika alapján végül is az elektronikus felület, ahol be kell adni a támogatási kérelmet, ott mindenkinek kiszámolja, hogy mennyi járhat neki ezzel a támogatással. Segítséget igényelhetnek még a hallgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások és a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők is. Ők egyszeri bruttó 500 ezer forintot kaphatnak dolgozónként. A támogatás odaítélésénél több tényezőt vesznek figyelembe. Minden cégnél megnézik azt, hogy ő ebből mennyit kapott, és mennyit igényel, mennyi támogatást. Van egy felső keretösszeg, amit ráadásul kapcsolt vállalkozásokra is kiterjesztenek. Tehát, hogyha egy cégnek összetettebb a tulajdonosi szerkezete, kapcsolt vállalkozásai is vannak, akkor összességében nézik az ő támogatásaikat. A háromszakaszos program következő részében a méhészek, az anyanyúh és az anyatehén tartók, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a zöldségtermesztők nyújthatnak be támogatási kérelmet. Nekik erre július 27-ig van majd lehetőségük. Nyitva a szekszárdi mozi. A Babits Mihály Kulturális Központ pályázati támogatást nyert az Agora mozi újranyitásához. A Vissza a moziba című pályázati felhívás célja, hogy népszerűsítse a magyar filmeket és visszacsábítsa a nézőket a vászon elé. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ újra nyitotta kapuit a látogatók előtt. A programok szépen lassan visszaállnak a régi, megszokott rendszerbe. A mozisok országos szövetsége pályázatot hirdetett a koronavírus helyzet alatt bezárt és ellehetetlenedett városi mozik megsegítésére. A megnyerhető támogatási összeg segíti az intézményeket az újranyitásban és a kárenyhítésben. Annak a kötelezettségnek kell eleget tegyünk, hogy a mozi műsor 30%-a kell magyar filmekből álljon, és hogyha ezt teljesíteni tudjuk, akkor egy komolyabb anyagi támogatással, egy pályázati forrással segítik visszaállítani a mozit a régi megszokott menetrend szerint. A pályázat célja, hogy a magyarországi mozik segítségével népszerűsítsék a magyar filmeket és magyar koprodukciókat, valamint hogy visszacsábítsák a nézőket a vászon elé. A szekszárdi Agora mozi a kiírásnak megfelelően 1 millió 450 ezer forintra pályázhatott, amiből 20% önrészt kellett vállalnia, így a támogatási összeg 1 millió 160 ezer forint lehet. Mindenkinek azt mondom, hogy vissza a moziba, és 2020. július 2-től 29-ig a Magyar Film hónapját tervezzük megvalósítani itt a Kulturális Központban. Számos magyar film lesz elérhető. Kérem, hogy ezekről tájékozódjanak a www.szekszárdagora.hu címen. A Vissza a moziba felhívás a Magyar Filmek hónapjává tette a júliust, így az Agora moziban is több magyar film lesz látható. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Háromoldalú együttműködés a mezőgazdaságért. Cél a fejlődés és a szakemberek oktatása. Szesztilalom. Tovább szigorítanák Siófokon az alkoholfogyasztást. Sárkányhajózás az Orfűi tavon. Fogyatékkal élő gyerekeknek rendeztek tábort. A mezőgazdaság fellendítése a célja annak az együttműködésnek, amit szerdán írtak alá Pécsett. A megállapodást a Baranya megyei önkormányzat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete, valamint a Pécsi Tudományegyetem köttette. Az agrárium fejlesztése mellett a megfelelő tudásbázis kialakításán is dolgoznak majd az elkövetkezendő években. Háromoldalú együttműködést kötöttek szerdán délután Pécsett. A felek a Baranya megyei önkormányzat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete, valamint a Pécsi Tudományegyetem. A kontraktus célja, hogy fellendítsék a térség gazdaságát, különös tekintettel a mezőgazdaságra, illetve magára az agrárszektorra. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt,
hogy ez a város ez, és ez a régió ez talán ismét magára találhat, és voltak ígéretes kezdeményezések, de aztán az adatokat megnézve azt mondhatjuk, hogy valójában ez nem történt meg mind a mai napig. Éppen ezért kötöttek együttműködést a felek, hiszen, mint az eseményen elhangzott, eddig is sokat tett mindhárom fél az agrárium fejlődéséért, de a közös munkával még nagyobb eredményeket érhetnek el. Rittlinger József kiemelte, elengedhetetlen a megfelelő szakemberek képzése, ugyanis mára a mezőgazdaságban is jóval fejlettebb gépekkel, eszközökkel dolgoznak a gazdák. A gazdálkodók időben fölismerték a lehetőséget, nagyon sokan vannak már, nagyon sok gazdálkodó szervezetnél vannak már ilyen technikák, meg technológiák, és nem csak gazdálkodó szervezeteknél, hanem nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok magángazdálkodó is használ már ilyeneket. Ehhez szolgáltatja majd a megfelelő tudásbázist a Pécsi Tudományegyetem vidékfejlesztési kara. Szécsi Gábor dékán elmondta, több szempontból is segítségére lehet az oktatási intézmény az ágazatnak. Létrehozunk egy olyan egységet a megállapodás eredményeként, amely itt Baranya megyében azért felel, hogy fogadja az agrárvállalkozók igényeit tanfolyamokra, tréningekre, alapképzésekre és más képzési formákra. Erre ráhangolja az egyetem képzési kínálatát, és nyilvánvalóan az egyes képzések tartalmi elemeit. Emellett a helyi gazdálkodók kormányzati és Európai Uniós pályázati lehetőségeiben is együttműködik az egyetem. A cél, hogy néhány éven belül a lehető legmodernebbé tegyék a régió mezőgazdasági ágazatát. Új, szigorúbb rendelet léphet életbe Siófokon a közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatban. Lengyel Róbert, a település polgármestere saját Facebook oldalán tette közzé javaslatát, amelyet a július 16-ai testületi ülés elé terjesztett. Eszerint Siófok egész területére elrendelték a közterületi alkoholfogyasztási tilalmat, valamint korlátozzák a kereskedelmi üzletekben az éjszakai órákban történő alkoholvásárlást. Siófokon 2015 óta szabályozzák a közterületi alkoholfogyasztást egy helyi rendelettel. Eddig azonban csak a vasúttól északra lévő területekre korlátozódott a rendelet hatálya. Lengyel Róbert polgármester rendelet tervezete szerint az intézkedést kiterjesztenék az egész városra. Emellett pedig a kereskedelmi egységekben a késő esti éjszakai órákban betiltanák a szeszes italok árusítását. Mindezzel a közterületeken lévő szemetelést és rendbontásokat szeretnék visszaszorítani. Tapasztalható volt, hogy azért akik fogyasztották azokban a bizonyos esti-éjszakai órákban, a viselkedésükkel volt probléma, illetve nagyon sok volt az ebből származó szemetelés, és ennek szeretnénk gátat szabni, hiszen azért egy jelentős turisztikai területről, településről beszélünk. A tervezetet jövő héten tárgyalja a képviselőtestület, és úgy tűnik a városvezetők támogatják a javaslatot. Fideszes kormánypárti képviselőként a rendeletet támogatjuk, mivel az az érdekünk, hogy a Siófok turizmusból él, és a turisztikai vállalkozásokat ezzel támogatnunk kell, hiszen nagyon fontos a városrendjének a fenntartása, ezzel a szemetelést is kerüljük el, illetve az egész városban a rendnek a fenntartása és tisztán tartása. Azt gondolom, hogy a helyi vállalkozók érdekeit is azzal képviseljük leginkább, ha támogatjuk ezt a rendeletet. Amennyiben a képviselőtestület elfogadja a rendelet módosítását, már augusztus 1-től életbe léphet a szigorítás Siófok közterületein. Kézműveskedtek, régi népi játékokat készítettek és próbáltak ki, valamint gyógynövényeket gyűjtöttek a Szennai Skanzen idei első táborában. A gyerekeknek minden nap más és más programmal készültek a szervezők, akiknek célja az, hogy a foglalkoztatásokon megismertessék a kisdiákokkal a régi életmódot és a népi kultúrát. Szerintem jó. Most már csak arra figyeljünk, hogy golyóformája legyen. A régi játékokkal ismerkedtek a gyerekek a Szennai Skanzen nyári táborában, ahol rongylabdát is készítettek. A gyapjúval kitömtük az oknit, aztán labdát formáltunk belőle, megcsavartuk és megcsomóztuk, kifordítottuk, és most megint meg kell majd csomózni, és utána elvileg megint lefordítani. Akkor beletesszük. Na, akkor tekerheted, jó? Szépen egyenletesen. A gyerekek saját ugráló kötelet is készítettek Szennán, de más kézműves program is várta őket a táborban. Bőrből ilyen díszeket csináltunk, kulcstartókat, és sokat kreatívkodtunk a héten. Emília már visszatérő táborozó a Szennai Skanzenban. Tetszett nekem ez a tábor, és így visszavárt.
vissza szeretem volna jönni, mert nagyon tetszett ez a tábor. A Szennai Skanzen Körmönfont táborában egyszerű népi játékokat próbáltak ki a gyerekek, akik gyógynövényeket is gyűjtöttek, valamint sütöttek, főztek. Igyekszünk azért ezt a régi életmódot egy picit megmutatni a gyerekeknek, mivel eléggé széles az életkor, tehát 5 évestől 12-ig van most nálunk, nyilván mindenkinek a saját szintjén tudjuk ezt átadni. A lakáskultúrát, az életmódot, az akkori embereknek a szokásait próbáljuk kicsit megismertetni velük. És természetesen a gyerekkort, tehát a játékokra nagy hangsúlyt helyezünk, hogy akkor a megfelelő játékokat megismertessük velük. A Körmönfont tábor nyáron még 3 turnusban várja a gyerekeket a Szennai Skanzenban. A sárkányhajózást is kipróbálhatták azok a gyerekek, akik részt vesznek az Orrfűi-tó mellett megrendezett táborban. A programot a Fogyatékkal Élők Baranya megyei Sportszövetsége szervezte. A foglalkozásokat állami gondozott, fogyatékkal élő és nehéz sorsú gyerekek számára hívták életre. Az Orrfűi-tó mellett rendeztek tábort állami gondozásban lévő, valamint értelmi fogyatékkal élő gyerekeknek. A foglalkozásokat a Fogyatékkal Élők Baranya megyei Sportszövetsége szervezte. A fiatalok nagyon élvezik ezt a lehetőséget. Márió szeret sportolni, azt mondja, örül, hogy részt vehet a táborban. Nagyon jól érezzük magunkat ebbe a táborba, a programok szerintem nagyon jó, nekem ez a sárkányhajó a kedvencem, foci, jók a sportok. A foglalkozásokon egyébként összesen 96 gyermek vesz részt 4 sportvezető felügyelete alatt. A gyerekek Baranya megye számos pontjáról érkeztek, a sportszövetség pedig változatos programokkal várta a fiatalokat. Labdarúgás, darts, bocsa, lengőteke, petáng, kosárlabda, és ezekbe a sportágakba ügyesítjük őket, zsinórlabdázunk egyet, aztán megyünk túrázni majd föl a Ráctanyára, a mai nap van a víz napja, és ilyenkor a tó körül vagyunk. Ebből az alkalomból a sárkányhajózást próbálhatták ki a gyerekek, de a tó körüli biciklizést is választhatták. A Baranya megyei Gyermekvédelmi Központ jóvoltából nem csak a fogyatékkal élő és állami gondozott fiatalok vehetnek részt a táborban, hanem a térség kisebb településein élő nehéz sorsú gyerekek is. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit röviden. Generációk parkja. Jó ütemben halad az egyedülálló közösségi tér kialakítása Szekszárdon. Szúnyoggyérítés. Több mint 7000 hektáron írtják a szúnyogokat Tolna megyében. Ellentétek a településen. Feszültség a Kismányoki Nemzetiségi Önkormányzat és a polgármester között. Bátai gyilkosság. Nem szerelemféltésből ölhetett a 60 éves férfi. Pénteken tovább melegedő, túlnyomóan derült, nyaraló időre van kilátás kánikulával. Kissé megélénkül a déli, délkeleti szél, éjszaka jelentősebb változás még nem történik az időjárásban, kifejezetten enyhe lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!